Csepregi. 10 milliárd marad az állampolgároknál a díjcsökkentésekkel. Folytatódik a növekedés, 2015-ben 230 törvényt fogadtak el. 90% feletti az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága. Terrorveszélyt megosztott Európát jósolnak 2016-ra. Köszöntöm Önöket, Tóth Mihály Nikolett vagyok. Már is mondom a részleteket a nagyvilágból, az országból, itt a Rádió Orienten. Az idei díjcsökkentésekkel mintegy 10 milliárd forintot hagy az állampolgárok zsebében a kormány, és ezt az összeget tovább akarják emelni, mondta a miniszterelnökség parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján az Országházban. A 2014-es átmeneti megingás után 2015-ben folytatódott az egy éven belüli megalkotott jogszabályok számának rendszerváltás óta tartó növekedése, derül ki az Opten Optitius rendszeréből. Magyarországon nagyon sok kérdést szabályoznak törvények, amelyek értelemszerűen rengeteg módosítást igényelnek, és ez komoly mennyiségi nyomás alatt tartja a parlamentet. A hajléktalan emberek számára működtetett éjjeli menedékhelyek kihasználtsága vasárnap éjszaka Budapesten és országosan is 91%-os volt, közölte Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatója hétfőn. Rangsorolta a világ előtt álló legnagyobb kockázatokat az Eurázsia Group. A globális politikai-gazdasági kockázat elemző szerint a transatlanti kapcsolatok kiüresedése mellett az Európai Unió megosztottsága jelenti a legnagyobb kockázatot 2016-ban. A terror fenyegetettség idén sem enyhül, az iszlám állam nemzetközi támogatottsága nemhogy csökkenne, de még erősödni is fog. Kína hatása a világgazdaságra egyre erősebb, és ez is kockázatokat hordoz. Ma eleinte az északi és keleti tájakon havazhat még helyenként, nyugatabbra több helyen szakadozottabbá válik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre késüthet a nap. Délután ismét megnövekszik a felhőzet nyugat-délnyugat felől, és a Dunántúlon vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, ónos esőre is számítani kell. Északnyugaton helyenként feltámad a szél. A hideg hajnalt követően délután plusz egy, mínusz 4 fok várható. Kettős fronti hatás van érvényben. Köszönöm a figyelmüket, a Rádió Orient híreit hallották, hírekkel legközelebb, egy óra múlva jelentkezem.